Fotók, könyvek, régi levelek, egy maszk. Ezek a tárgyak is láthatóak azon a tárlaton, amely a Móri Zsigmond Színház 1981-ig az első állandó társulat megalakulásáig tartó korszakát mutatja be. A kiállítás ötletgazdája Pregicel Fruzsina színművész volt. A művész muzeológusok, levéltárosok segítségével hónapok óta tartó munkával állította össze a tárlatot, ahol számos izgalmas emlék és egy, a régi teátrumot bemutató kis film várja a látogatókat. De a cél egy olyan belső kelléket kívánnak kivétel nélkül minden munkástól, ami más termelési ágnál nem okvetlen szükséges. Ihlettel kell bírnia, az igazgatótól a portásig. Egyrészt dokumentumok lesznek, Jászai Mari eredeti leveleit, szereposztásokat, hajdani szerepleírásokat, hogy mikből tanultak régen a színészek. Aztán az alakuló, az első önálló társulatnak az emlékplakettjét. És hát Bozóki István díszkardját hozták el a múzeumból, például a muzeológusok. Hát és sok meglepetés, amit nem szeretnék elmondani azért, hogy érdekesebb legyenek majd a kiállítás. A megnyitó ünnepségen a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából Pregicel Fruzsina átadta a színház igazgatójának az MMA elismerő oklevelét a Vidor Fesztivál szervezéséért, a magas színvonalú kultúra terjesztéséért. A teátrum direktora úgy véli, nagyon időszerű volt a kiállítás megszervezése. Az elmúlt évtizedekben több alkalommal megünnepelte a Móri Zsigmond Színház 10 éves, 20 éves, 25 éves társulati megalapításának évfordulóját, és valahogy mindig elfeledkeztünk arról, hogy 1981 előtt is volt itt élet. Szerencsére Pregicel Fruzsina úgy gondolta, hogy ezt az időszakot is érdemes jobban megvizsgálni, és érdemes ebből egy kiállítást létrehozni. Amikor megkeresett ezzel az ötletével, akkor én nagyon megörültem annak, hogy valaki ezt ennyire fontosnak tartja, és minden támogatást megadtam neki, amit csak tudtam. Úgyhogy én bízom benne, hogy a közönségünk is nagyon fogja ezt értékelni. A tárlat minden nap látogatható, a színház szomszédságában található Szimbád színháztörténeti rendezvénytérben. A Vidor Fesztivál alatt háromszor szerveznek tárlatvezetést, ahol Pregicel Fruzsina, Jenei Judit és Tar Dániel színművészek kalauzolják a látogatókat, így teszik még érdekesebbé a bemutatott időszakot.